Kisebb-nagyobb csoportokban folyamatosan érkeztek az emberek szombat reggel a szabadkai tanítóképzőkar elé. Jó indulatból nem volt hiány. Úgy érzem, hogy ilyen helyzetben az embernek ott kell lenni, és amit tud magától, a maximálisan tudjon bármilyen segítséget nyújtani azoknak az embereknek, akik rászorulnak. Sve život se odneva voda. Jest da ne možemo pobediti prirodu, ali koliko možemo da pomognemo ljudima i tako. Bunfort Ivadar, a VMS szabadkai szervezetének elnöke is úgy gondolja, egy pillanatig sem volt kétséges, hogy segítenek-e. A Vajdasági Magyar Szövetség úgy döntött, hogy városi szervezete, úgy döntött, hogy innen 50 emberrel megyünk Szabadkáról tölteni ezeket a homokzsákokat, segítsük az ottani embereket, mert hát egész éjszaka dolgoztak, meg hát már napok óta folyik ott az embereknek, az életeknek, meg a vagyonnak a mentése. Reggel Sabácra utazott a Pannon RTV 4 fős stábja is, hogy folyamatosan friss információkkal szolgáljon a helyszínről. Próbálunk folyamatosan helyzetjelentést adni az ottani eseményekről. Hát így előre semmit se tudunk, hogy ott maradunk-e, vagy visszajövünk, még ma, majd kiderül. A VMS közbenjárásának is köszönhetően ezen felül magyarországi segítség érkezik több szerbiai árvízsújtotta területre. 6 csónakra, 26 szakképzett emberre és egy mentőhelikopterre lehet számítani Magyarországtól.